Jó napot kívánok! A zeneadásomat Kerni Terézia emlékének dedikálnám. Tulajdonképpen hosszú időn keresztül munkatársak voltunk, nagyon sokat tanultunk egymástól. Az előadásom tulajdonképpen néhány olyan megfigyelésemet tartalmazná, amiket az elmúlt évek során regisztráltam, nem csak a székelyföldi, hanem általában a történelmi Magyarország területén készült Szent László falkép ciklusokkal kapcsolatosan. Ami az első pontosítást, vagy egyáltalán bemutatást illeti, többnyire a kutatás, a kutatók egy része azt gondolja, hogy a kerülési ütközet, az 1608-as ütközetnek a képi ábrázolása valószínű, hogy kezdetben három jelenetből állhatott, és ennek megfelelően a Kakas-Lomnici, tehát a mai Szlovákia területén a Veľká Lomnica, Kakas-Lomnici evangélikus templomnak a sekrestyéjével látható, ma is látható falképeket állítottam össze, három jelenetre szétosztva. De még mielőtt tovább mennénk, a falképekre koncentrálnánk, a képi ábrázolások között azért csak be kell mutatni, egyáltalán látnunk kell a Magyar Anzsó legendárium Szent László ábrázolását, és később majd a képes munka megfelelő képét. Na most az Anzsó legendárium ugye két lapon örökítette meg a miniátor az eseményeket. Ugye a bal felső sarokban az ördögüzést jelenete látható, amit általában nem szoktak a László legendával kapcsolatban hozni. A Iván Kerát viszont a Szlovák Tudományos Akadémia tagja, művészettörténész, ő azért futólag, de megjegyezte, hogy esetleg ez az ördögüzés azért a kunnal, a pogányokkal való küzdelemnek valamilyen fajta kontaminációja lehet. Az első lapon tehát látjuk az ütközetet, tulajdonképpen két jelenetbe ábrázolva az üldözés és a kun beteperése, és itt megjelenik a lány. Érdekes módon nyilvánvaló, a lány nem szerepel az eddigiek során. A második lapon viszont egy egészen érdekes összeállítással van dolgunk, tehát a lefejezés jelenetét látjuk, majd a pihenés jelenetét, amivel a falképeken is találkozunk, és a két alsó képen pedig ami olyan képeket, két olyan kis jelenetet látunk, amivel a falképeken nem találkozunk. Nevezetesen a scriptor szerint, ugye a Pomodo Medicat Ipsum felirattal jelzett kép, a baloldali kép, tehát a megsebesített László király meggyógyítását véli a scriptor itten megjeleníteni. Véleményem szerint, és erre mindeddig nem figyelt fel a kutatás, itt a László megkoronázásáról van szó. Ugyanis ugye azt most már az előbbi előadásokban is szóba került azt, hogy László égi koronára vágyott, és ennek megfelelően számos ábrázolással találkozunk oly módon, amikor vagy Krisztus, vagy Mária koronázza meg László. Én azt gondolom, hogy itt a koronázás jelenetről van szó, a Mária gesztusa, kézmozdulata is ezt jelzi, és behoztam szintén az Anzsó legendáriumban a megfelelő koronázási jelenetet, egy korábbi ábrázolás, tehát időrende korábbi ábrázolása az Anzsó legendáriumban. Most a koronázási jelenettel lényegileg a képes krónika elbeszélése alapján készült bántornyai sorozatból emelem ki,
azt a részt, ami a legutóbbi restaurálás során volt egészen nyilvánvalóvá a koronázás jelenete. Ez egy olyan toposz, ami később valamilyen formában megjelenik aztán a székelyföldi falképek között is. A képes kronika Pélini iniciáliában ábrázolt képről csak annyit szeretnék. Egy nagyon jól ismert, gyakran publikált kis képről van szó. A lényegét abban látom, hogy két síkba ábrázolja a testő, az előtérben ugye a birkozó, a két hős birkozó jelente, a lány látszólag, nem csak látszólag, egyáltalán nem avatkozik a küzdelembe, a háttérben pedig a magyar sereg üldözi a fogányokat, és itt felfedezhető Salamon király alakja és a Géza alakja. Ez azért érdekes, mert a falképeken általában a király, Salamon, Géza nem nagyon jelenik meg. Az előadások során szóba került, hogy hány jelenetről áll a képciklus. Ugye a kivonulás, az üldözés, a párliadal, lefejezés, pihenés jelenete, gerencei sorozatot mutatom be, ahol a templomhajó északi falán a két regiszterben megfestett pászolegenda és a krisztológiai sorozatot lehet látni. Szintén teljes sorozatok vannak, amiket hát többnyire jól ismerünk, ugye a homorult karácsonyfalvi sorozat, két képben mutattam, az elpusztult erdőfüldei sorozat, és hát a bögözi képsort, a hajónak a nyugati és az északi falán megfestett, ugye az északi falon a felső regiszterben a László legenda, középen a Szent Margit, és alul pedig a utolsó ítélet hatalmas, nagy, széles, nagy narratívája látszik, amit úgy gondolok, hogy 1345 körül készülhetett. A kijéni unitárius templomnak a nemrég restaurált képsorát láthatjuk, ahol már itt fel szeretném hívni a figyelmet, arra is gerencénél is már jelezni szerettem volna, hogy a László legenda ciklus az a krisztológiai sorozattal van párosítva, és egy-két motív képpel. Erre még visszatérek oly módon, amikor azt szeretném hangsúlyozni, hogy a László legendát nem szabad véleményen szerint sohasem izoláltan külön tárgyalni, mindig a többi, a templomban felelhető többi ábrázolások együttesével, kontextusában gondolom én, hogy az a szerencsésebb, hogyha úgy történik a képsor elemzése. A Székely Dezsi képsor bal oldalon nem látszik, a kivonulás jelenetét aztán később szintén be tudom mutatni. A képsorral kapcsolatosan annyit szeretnék megjegyezni, hogy ezt is Huszka József tárta fel, különböző teóriák születnek a képsorral kapcsolatosan, amiket én úgy gondolom, hogy általában minden véleményt figyelembe kell venni. Nem csak művészettörténeti, hanem néprajzi történelmi elemzéseket is, és csak ilyen formában gazdagodhatunk oly mértékben, hogy egyre közelebb kerülhessünk a mélységekhez, hogy úgy mondjam, amihez azért alapjával élen úgy gondolom, hogy teljes mértékben sohasem fog sikerülni nekünk oly mértékben hozzáközelíteni a lényekhez, hogy teljes mértékben megnyugodhassunk, vagy megnyugodhasson az, akinek mondjuk a tételeinket. A következő kép az a... ezt most képen nem tudom elérni. Igen. A türjei falkép a hajó érdekes módon déli hosszfalán ábrázolt 14. századi legendaciklus.
amit Lángy József tárt fel és restaurált, egy egészen különleges képsor. Itt szeretném megjegyezni, hogy általában a mai Magyarország és a mai Szlovákia területén fellelhető képciklusokban a László alakja egész későn jelenik meg, a csata során jelenik meg, a kivonulás jelenetében nem jelenik meg László alakja a mai Magyarország és Szlovákia területén. Ezt aztán később kifejtem, amikor arról beszélek, hogy hogy is néz ki ez a Székelyföldön ez a ábrázolás. A következő kép a Tereskei Nagyboldogasszony templomban látható, két különböző időszakban megfestett képsor, egészen jól ismert egyébként, ez is jó irodalma van, a helyiek nagyon alapos és figyelemre méltó kutatása alapján ismerjük a rimaványai képsor különböző szempontokból érdekes. Itt megint csak a kivonulás jelenetre szeretnék felhívni a figyelmet. Megjelenik a vár kapujában, a várfal előtt egy női alak, akivel kapcsolatosan eléggé bizonytalan a kutatás, az elemzés. Itt szintén azt szeretném, hogy elmondhassam, és hihetően el tudjam mondani azt, hogy ennek a lánynak ilyen jellemzőjét találom. A karasztói falképeknél, ugye ez is egy teljes sorozat, kivonulással van dolgunk, feltételezett Prokop Mária professzor asszony szerint az első alap, egy donátor alap lehet a lóhátán ábrázolva, a későbbiek során pedig a szokványos jelenetek következnek. A következő jelenet pedig a Tereskei jelenetnél. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy laikus, profán ábrázolással van dolgunk. Nagyon érdekes, ahogy a harcba induló sereget hogyan kísérik, és harsonát fúvó alak eredik meg a várfakon, meg a várnépon ki a sereg búcsúztatására. Ugyanezt a szerkezetet, ugyanezt a szellemet őrzi a Vizsolyi, ahol szintén egy szép nagy várjelenetet látunk, és a sereget búcsúztató várnépet. Tehát Rimabányán, ez egy közeledi felvétel, szép, egy minőségűen jól megfestett ciklussal van dolgunk, és a kivonulás jelenetet is egészen gazdagon, jó részletezően megfestett képpel van dolgunk. Azt gondolom, hogy ugye a 14. század végén, 15. század elején vagyunk, és formailag, tehát ahogy megszerkeszt a Szent László legenda ciklus festője egy bizonyos jelenetet, óhatatlanul a korabeli kortárs európai művészet különböző ábrázolásait ismerve, vagy azoknak a hatása alatt szerkesztenek meg különböző jelenetet. Mint ahogy a rimabányai képnek is, azt gondolom, hogy egy ilyen 14. századi francia miniatúra lehetett a verőképe, különböző politikai, társadalmi kapcsolatokat figyelembe véve érdemes ezt talán tovább kutatni, hogy ez a kapcsolat valóban éle, és hogy így van-e, ahogy az ember formálva. Hangsúlyozni szeretném, hogy formailag fogalmaz meg a festő hasonló ábrázolásokat.
kivonulási jeleneteket széles Európába különböző módon ábrázolnak, és a türjei kivonulási jelenetet gondolom megint csak egy egészen jól azonosíthatóan nyugati párhuzamokkal. Nem főképpen kell itt arról beszélni, hogy a nyugati képsor volt hatással a mi Szent László ciklusunkra, kortársak, tehát ez tulajdonképpen itt végül is ugyanaz az eszmeiség, ugyanaz a gondolatvilág, ugyanaz a képi narratíva élhetett korabeli Magyarországon és Itáliában vagy Franciaországban is. A székelyföldi kivonulás jelenetekre térnék rá, ahol a püspök alakját szeretném egy kicsit körüljárni. Egyébként nemrég jelent meg a László Gyula emlékkötetben a tanulmányom, ami arról szól, hogy ki is ez a püspök, és hogy miért éppen csak a székelyföldi falképeken látjuk ezt a jelenetet. Mert csak a székelyföldi kivonulás jelenetekben találkozunk ezzel a nagyon lényeges, nagyon fontos és nagyon következetes ábrázolással, amikor a püspököt ábrázolják, ahogy megáldja abba vonuló Szent László király. A magyarázat erre tulajdonképpen az lehet, hogy máshol sehol nem találkozunk ezzel a képpel. Mi lehet, mi történhet? Azt gondolom, hogy az események leírásánál a képes krónikában is tudjuk azt, hogy az események tulajdonképpen igazán a Doboka várából indulnak ki, onnan indul a magyar sereg Salamon vezéretével a kezdési ütközetbe. A Doboka, mint helység, jelentős királyi vár, az erdélyi püspökséghez tartozó terület, és Doboka főesperességet is, hogy említsen meg, és ennek megfelelően, ha a székelyföldi ábrázolásokkal kapcsolatosan végig gondolom az ábrázolásokat, akkor feltétlenül arra konkludálok, hogy a székelyföldi falképek megrendelője az erdélyi püspök, és mint az erdélyi püspök tulajdonképpen kell felidéznünk, mint aki Doboka várába az utolsó istentiszteletet, szentmisét tartja, mielőtt a magyar sereg kivonult az ütközetbe. És ilyen formán megint csak azon el lehet gondolkozni, hogy tulajdonképpen ott, ahol nagyon kevés donátorral számolhatunk a szegény kis székelyföldi templomokban, valóban áll le az a feltételezésem, hogy minden esetben az erdélyi püspök, a mindenkori püspök rendelhette meg a falképeket, ahol következetesen látjuk a püspök ábrázolását. Az okrándi unitárius templomban, ami Tamás is bemutatta, egy nagyon összetett, nagyon érdekes és nagyon fontos első jelenettel van dolgunk, ahol egy ácsolt trónon ül László, angyal hozza a koronát, egy püspök áll előtte áldó kézmozdulattal. Fontos az, hogy mögötte a püspök mögött viszont látunk egy szerzetes ruhával öltözött alakot, aki egy amforát tart a kezébe, tehát olaj, felszentelt olajat tartalmaz az amforát, tehát itt egy olyan két jelenetnek az összemosása, összeolvasztása, kontaminációjával van dolgunk, amikor a koronázás és a felkelés a képen ugye egy időben zajlik. Ezt az ábrázolást talán úgy lehetne felfogni, hogy a koronázás, a királlyá felkelés gyakorlatilag az eljövendő feladatra való felhívása a Lászlónak, az eljövendő feladat pedig a nagy küzdelem a pogánsággal szemben. Ami ez a
ez a jelenet érdekes módon a nyugati falon indul, de a lényege a képnek az, az északi falon fogalmazódik meg. Szintén Tamás mutatta be ezt a képet is, a Vidófalvi református templomnak a Szent László ciklusát, ami érdekessége, Tamás jelezte, hogy jobbról-balra zajlanak az események, úgy fogalmazta meg a festő. Véleményem szerint lényegesen beleszólt a megrendelő is abban, hogy hogyan készült a ciklus. A Vidófalva esetében a koronát egy aprót tartja a kezébe, püspök áll a vár vagy a templom ajtajába, előtte Péter László és a Mánó Dei, a áldó Krisztus kéz jelenik meg, Isten kéz jelenik meg a László helyen fölött. Az a teória, amit szépen felépít az ember, vagy a székelyföldi halképek kivonulás jelenete, a tipikus és a püspök áldás csak ott fordul elő, ezt, mint hogyha a somogyami kép ezt meghazudtolná, de figyelembe kell venni azt, hogy a somogyom területe is ezt a szintén Tamásnak a történelmi bemutatója, összefoglalója már jelezte, hogy Somogyon gyakorlatilag az erdélyi püspökséghez tartozott. És ilyen formán itt a két bal alsó sarkában ugye a trónor, az ürő formában megfestett püspök látszik, és mellette pedig előtte térdeplő Szent László alakja. Itt a vastra lesz, az súlyosan takar egy nagyon érdekes alakot, a László kísérőjét, aki tulajdonképpen sávos, tehát a középkori Magyarország címerét idéző sávos ruhába van ábrázolva. Innen indul pedig az ütközet jelenete, ami természetszerűen következik a későbbiek illetően. Az ötödik falképről is szó volt, valóban Kerni Teréziának volt egy elképzelése, én is azt gondolom, hogy talán nem arról van szó, és az sem biztos, hogy arról van szó, amire én gondolok, hogy itt egy donátor család ábrázolásával van dolgunk, és egy szent püspök áldja meg Lászlót, tehát itt most már nem az erdélyi püspöket gondolunk, hanem egyenesen tulajdonképpen kicsit elrugaszkodva, kicsit bátrabban fogalmazva, nincs kizárva, hogy a templom titulussal lehet, tehát Szent Miklós ábrázolásával lehet dolgunk. És hát bögöznél tartva egy régebbi tanulmányomban is leírtam ezt a jelenetet, ahol a kép felső részébe egy drapériát, ruhadrapériát fedezhetünk fel, és egy köppent tulajdonképpen egy ő figura lehetett, aminek a felső része elpusztult, és az erről írt cikkemben arról gondolkodtam, azt írtam le, hogy elképzelhető, hogy egy szűzmári ábrázolással van dolgunk, aminek van történelmi emléke, ugye az 1345-ös lacki és tatárok küzdelmének során egy rabulhelyt, egy tatár arról számol be, hogy őket nem a székely győzték le, hanem Szent László és Szűz Mária. Ennek megfelelően ábrázolhatták a bögözi ütközet jelenetbe ezt a drapériát, tehát a hangsúlyozom elpusztult. Ugyanakkor viszont, hogy egy valamilyen történelmi eseményre utal a falkép, tehát behoz egy élő történelmre hiteles eseményt a képsorba, azt jelzi, hogy két lányt is látunk, akiket a hunok elraboltak. Na most ez a Szűz Mária megjelenése a
magyar sereg fölött, mint segítő. Ez jó analógia. A Primer Maria Zeller Wunderaltár 1512-ben készült egyik részletképe, ami Nagy Lajos király ábrázolja a törökökkel való küzdelembe. Itt is megjelenik, akár zászlón és fent pedig a sereg fölött az Istenanya. És akkor a kieni képsorral kapcsolatosan is van egy olyan elképzelésem, ami talán áll. Itt is arról van szó, figyelemre méltó, itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a ciklus, a legenda sor jeleneteit folyamatosan ábrázolta a festő. Egyetlen egy képet választott el egy függőleges választóvonallal az utolsó jelenetet, a lefejezés jelenetét. A lefejezés jelenetében azt látjuk, hogy László megragadja a földre tepelt Kuhn üstökét, a Kuhn süvege elrepül, a háttérben egy lombos faát festett a festő, a lány pedig nem igazán karddal, inkább egy ilyen kiegyenesített kaszára emlékeztető fegyverrel belevág a Kuhn nyakába. Ami a restaurátorokkal való közös tanakodás eredménye az volt, hogy a Kuhn kezében egy szokatlan kis formát tart, és hát ezt végig gondolva arra következtettünk, hogy a szívét tart, egy szívet tart a kezében. Na most ennek a képi ábrázolásnak, tehát az, hogy egy profán, egy világi, akár harcos a szívét tartja a kezébe, és ne felejtsük el, hogy az 1400-as évek elején vagyunk, erre nincs a magyar középkori művészetnek példa. Azt tudjuk, hogy a Jézus szíve, Mária szíve ábrázolások, azok a 15. század közepén jelennek meg. A kieni falképet én korábbinak vélem, de nem azért főképpen, hogy én előtérbe toljam ezt a kieni gyönyörűséget, hanem azért, hogy arra is, azt is végig gondolni, hogy honnan származik ez a ábrázolás. Hogyha nincs Magyarországon erre példa, akkor nyilvánvaló valahol máshol nyugaton kell keresni. És azt láttam, hogy az 13. századi francia lovatregényekben ábrázolnak olyan képeket, ahol a szerelmes lovon felajánlja a szívét a lánynak, az imádó hölgynek. Ugyanakkor viszont ez a világi ábrázolás a szívfelajánlás, úgy is hívják az irodalomban a szívfelajánlás, és a másik pedig az egyházi vallásos művészetben való szívfelajánlás, ami Giottónak a szlovén kápolnában, a Caritas ábrázolásánál látjuk ezt a dolgot. Tehát elolvastam, mivel a történeti eredetű Szent László legenda a szakrális térben talált vizuális megfogalmazásra a 14-15. Században, és ugyanakkor a propán nőrablás és mentés vallásos interpretációja, a kérdéses motivumnak a szív szimbólumának értelmezésére a keresztény egyházi és világi művészetében kereshetünk valamilyen párhuzamot, analógiát. A Körte regénye francia lovaglegénynek a 13. századi esiniciáliában egyébként nagyon jó irodalma van a szív kézművészetben való ábrázolásának, jellemző, hogy egy holland ideggyógyász írta a könyvet. A jobb oldali képen pedig egy olasz elefántcsont fésűtartó doboznak a köderén kiparagolt szívfelajánlást lehet látni. A következő képen pedig az említett Giotto a padolai szlovényi kápolnában a hét erény és hét főbűn sorozatban a Caritas képét szeretném mutatni, ahol Caritas
a gyümölcsös tálat a kezében tartja, jobb kezével, bal kezével pedig felajánlja a szívét Istennek, aki teológia értelemben visszaadja Karitásznak a szívet. A másik nagyon fontos, amit az elején is hangsúlyoztam, hogy nem tanácsos a Szent László legenda két ciklusát önmagába kiemelve, a kontextusába, a környezetéből kiemelve elemezni és tárgyalni. Végül is mai tudásunk szerint csak szakrális térben van, volt megfestve, és a leggyakrabban krisztológiai sorozattal kísérlet. Gerencén például oly mértékben alkalmazkodott a megrendelő szerintem, és a festő pedig kivitelezte azt, hogy tulajdonképpen itt elképzelhető, hogy László egy krisztianizált értelmezés szerint van megfestve és szerepel. Hogy a két képsornak mi köze lehet egymáshoz, én azt gondolom, hogy a szerkezete, a két képsor szerkezete is nagyon bátványos, ugyanis az, hogyha megfigyeli az ember, akkor azt látja, hogy a felső ciklusban, tehát a László kivonulás jelenetében a vágóval a kivonulás, püspök áldás jelenettel kezdődik a képsor, tehát a pogányok elleni felvonulásról van szó, alatta pedig nem véletlenül látható a Krisztus bevonulása Jeruzsálemben. Nem aligha kell itt ezt a két, ezt a párhuzamot, ezt az egymásra rimmelést különösebben részletezzen. Ugyanakkor viszont a záró képsorok is egymáshoz szorosan tartoznak, ugyanis a felső képen a keresztény magyar király a lány segítségével győzedelmeskedik a pogányság fölött, nem pedig a Krisztus a kereszt halálával váltja meg az emberiséget. Ez egy nagyon tudatos egybeszerkesztése a képsornak. Ugye itt elmaradtak például, hogy mennyire vigyázott és mennyire tudatosan volt ez a két képsor egymással párhuzamosan megszerkesztve, abból is látszik, hogy a pihenés jelenete hiányzik Gerencén például. Bár az igazsághoz az is hozzatartozik, hogy ez a hajónak a diadala felőli sarkánál ér véget, és tulajdonképpen, hogyha ha igazán belegondolunk, akkor főképpen folytatódhatott például a krisztológiai sorozat, a levétel a keresztről, és úgy tovább a Krisztus iratása, feltámadása, és elképzelhető, hogy a László legenda is folytatódott ilyen és jelenete, sőt, hogyha felidézzük a Vántornyai ciklust, vagy ma már jól követhető, jól látható Vántornyai ciklust, azt is tudjuk, hogy a koronázás jelenettel nem ért véget a László vita, hanem a Salamon visszatérése a besenyőkkel, az is egy hatalmas nagy ütközet jelenetben van ábrázolva a diadalíven, és a várad építése, a váradi székesegyház építése is, azt is megfestették Bántornyán. Tehát az a két-két kép, amit említettem. Mert nagyon remélem, hogy jól gondolom. Apró részletek is igazolhatnak, hogy tulajdonképpen, hogy a László arca teljes mértékben megfelel a Krisztus arcának. Na most ez nem azért van, mert a festő nem tudott volna karaktereket festeni. Az ember felidézi például a Gerencei utolsó vacsora jelenetet, ahol minden egyes apostolnak megvan a maga jellegzetessége, a szakálluk különbözik, testtartásuk különbözik, belső vonal az arcok, belső vonalai különböznek, vannak konkrét, jól felismerhető karakterek. Ez a festő nagyon jól tudta, hogy miért festi meg a László arcát a Jézus arcával.
hangzavarosan és azonos formában. Még hogy úgy mondjam, a gesztus is elgondolkodtató, mert ez az arca, László arca, ez a repelzés jelentő van, a Krisztus arca pedig a lámosás jelentő van, hát tulajdonképpen a keresztény alázatra való utalás is benne foglalhatatik, gondolom, mindebben. Köszönöm szépen a figyelmet!